Nem született végső ítélet a Biskupában. A másodfokú bíróság szerint új eljárást kell lefolytatni. A döntés indoklását többször is bekiabálással zavarta meg Novák Előd. A Jobbik alelnökét ki is küldték a tárgyalóteremből. Tolószékben kísérettel érkezett Biszku Béla a bíróságra. A másodfokú ítéletre többek között a fővárosi főügyész és Jobbikos országgyűlési képviselők is kíváncsiak voltak. Ítéletét hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasítja. A karhatalom halálos áldozatokat követelő Zsinta a forradalom leverése után részt vett a karhatalom megszervezésében és irányításában. A karhatalom halálos áldozatokat követelő sortüzeket adott le fegyvertelen polgárokra. Tavaly májusban első fokon 5,5 év szabadságvesztésre ítélte meg. A bíró szerint az elsőfokú bíróság nem tett eleget, mert szerintük az elsőfokú ítélet annyira megalapozatlan, hogy arra nem lehet építeni. A bíró szerint az elsőfokú bíróság nem tett eleget ügyfelderítési kötelezettségének, azonban nem kizárt, hogy a további bizonyítás eredményre vezethet. Igen, ez az időhúzás. Ítéletre gyökünk. Egyetlen napot sem fog ülni a börtönben ez a tömeggyilkos. A történelmi felelősség most már a bíróságot is terheli. Maszfer Péter pedig forog a sírjában. Mehet vissza a Rózsadombra, élvezheti a kommunista luxus nyugdíját. Mert húzzák tovább az időt. Soha nem fognak ítéletet hozni az életében. Soha. Biskup Bélával is lehet legyen határozott. A jobbikos politikus később a bíróság épülete előtt is megismételte a bent elmondottakat. Ebben az ügyben egyébként az ügyvéd szerint másfél éve tart a nyomozás, és még meg sem gyanúsították Biskup Bélát. Elfogadhatatlannak tartjuk azt az időhúzást, amit a kormányzat után az ügyészség, végül pedig a bíróság folytat, és így Biskup Bélának nemhogy egyetlen egy napot sem kell börtönben töltenie, de még a bűnösségét sem fogja bíróság jogerősen kimondani életében, várhatóan papírforma szerint. Mansfeld Péter forog a sírjában emiatt a mai döntés miatt, amivel újabb évekre elhúzzák ezt az eljárást. Biskup Béla szabadon távozhat, Simon Gáborhoz hasonlóan Budai házába, és élvezheti azt a több 100 000 forintos luxus nyugdíjat, amit a jelenlegi kormányzat továbbra is folyósít neki, hiszen a Jobbik hiába nyújtotta be ezt a javaslatát, hogy a kommunista luxus nyugdíjakat megvonják, ő is élvezheti. Ahogy élvezheti a Mansfeld Péterre halálos ítéletet kérő ügyész Márcsik György is, aki ellen szintén Szilágyi György képviselőtársam tett feljelentést, azonban az ő ellenetett feljelentést olyan szinten utasították el, hogy ott még csak nyomozást sem indítottak, még csak vádat sem emeltek sajnos a Mansfeld Péterre halálos ítéletet kérő ügyésszel szemben. És itt van egy másik tömeggyilkos, Biskup Béla, aki szabadon távozhat, tehát Simon Gáborhoz hasonlóan élvezheti a kommunista luxus nyugdíját. Ez az, amit a Jobbik elfogadhatatlannak tart, és a 20. század pártjainak közös felelőssége, hogy a rendszerváltás kisiklatása máig tart. Így a Jobbik kormányra kerülésére vár a rendszerváltás befejezése, amelyben eltökéltek vagyunk. A 21. századik pártként pedig kötelességünk is. Köszönjük. További jó munkát. Megint egy hazai téma. Biskup Béla felelőssége megkérdőjelezhetetlen az 56-ot követő megtorlásokban. Ezt a Nemzeti Emlékezet Bizottsága írta közleményében, arra reagálva, hogy az ítélőtábla ezen a héten új eljárást rendelt el Biskup Béla ügyében, tehát gyakorlatilag nem küldték börtönbe a volt belügyminisztert. István Jan. Földváriné dr. Kis Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának az elnök a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elnök asszony, nagyon fontos történelmi megállapítás, ami az önök közleményében van. Biskup felelőssége megkérdőjelezhetetlen az 56-ot követő megtorlásokban. De ez csupán egy történészi megfogalmazás. És hogyha ez a jog területére téved, akkor az lesz belőle, mint ami most is van. Hogy mi lesz belőle, várjuk meg majd az egész eljárás végét, hiszen végül is egy folyamatban lévő eljárásról beszélünk. Meddig lehet húzni nagyon... ön szerint? Ez a jogalkalmazóknak a területe. Azért fontos ez a kérdés, elnök asszony, mert ugye ebben az ügyben hihetetlenül fontos a tanúknak a szerepe, és egyre kevesebb a így van, élő ugye tanú. Biskup Béláról beszélünk, de amikor Biskup Béláról beszélünk, akkor azért ennél sokkal fontosabb a tét. Tulajdonképpen a pártállamról beszélünk. Arról beszélünk, hogy 1956 után, ami azért ne felejtjük el, hogy a szabad magyar demokratikusan megválasztott parlament egyik első törvényalkotási folyamata volt, hogy 56-ot megtette a szabad Magyarország
szimbolikus politikai és történeti alapjának, hogy mit tudunk kezdeni a pártállami diktatúrával egy jogállami keretek között, mit tud kezdeni a társadalom, mit tud kezdeni a jogalkalmazó. Nagyon fontos valóban az idő. Itt két lehetőség van. Az egyik, ami azt hiszem, hogy a társadalomnak és a történészeknek, jogtörténészeknek közös feladata, hogy függetlenül attól, hogy a jogalkalmazók milyen ügyekben milyen ítéleteket hoznak, és ezekben mi a megkérdőjelezhető és mi a megalapozott, azt mindenképpen újra és újra ki kell mondani, és ebben rengeteg publikáció, dokumentum áll a rendelkezésünkre, hogy Biszku Bélának és a mögötte lévő pártállami vezetőségnek, Kádár Jánossal az élen, valóban megkérdőjelezhetetlen felelőssége, személyes felelőssége van a megtorlásokban. De ez a történészek feladata, így elnök van. Asszony. Így van, a történészek feladata, és azt hiszem, hogy nem megkerülhető a feladat, hogy ezt újra és újra rögzítsük. Ugye június 16-ához közeledünk, Nagy Imre és társai kivégzésének emléknapja, szintén szimbolikus dátum. Biszku Béla volt akkor a belügyminiszter és az MSZNP-TB tagja, és pontosan ezért gondoltuk azt, hogy a lehető legszélesebb szakmai kört megszólítva, különböző műhelyekből kívánunk történészekkel együtt gondolkodni arról, és bemutatni a nyilvánosság előtt, hogy működött a megtorlás, kik voltak ennek a személyi felelősei, kik milyen szerepet játszottak benne Biszku Béla. Úgyhogy június 16-án egy nagyszabású konferenciát tervezünk, amiben a szakértőknek a legjavát szeretnénk meghívni. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog, és minden bizonnyal nagyon fontos megállapításai lesznek, de ugye a történelemben ott van az alaptétel, hogy színe ír egy stúdió, harag és részrehajlás nélkül kell valamiről beszélni. Tehát hiába teszi ezt meg a történész szakma harag és részrehajlás nélkül a tisztázást, hogyha a politika, amely alapvetően érdekvezérelt, másképpen gondolja ezt az ügyet. A történészeknek az a feladat, hogy a dokumentumokat összegyűjtsék. Rengeteg dokumentum áll a rendelkezésünkre, és ez azért nagyon fontos hangsúlyozni, mert tulajdonképpen ez is megkérdőjeleződik most a közbeszédben. Tehát nagyon sok a dokumentum, Biszkunak a szerepére vonatkozóan is. És itt még egy nagyon fontos dolog. Ezek a dokumentumok, bocsánat. Igen. Tehát önöknek az a feladata, ugye, mint történész, előszedjék ezeket a dokumentumokat. Ezek a dokumentumok nyilvánosak, hozzáférhetőek. Miért bekerültek ezek ebbe a perbe? Tehát adott esetben ezeket használja a bíróság? Használhatja? Nézd, volt egy fölkért szakértő, akinek a szakvéleményére részben alapozódott ugye az egész eljárás, és ami számunkra meglepő volt, és ez megint csak a Biszkútól függetlenül, de alapvetően fontos kérdés, hogyha egy szakértő elfogultságra lehet-e hivatkozni arra, hogy a szakértő elfogult, ami ebben az ügyben megtörtént, arra hivatkozva, hogy ő már korábbi kormányok által létrehozott tényfeltáró bizottságoknak tagja volt. Ugye itt ez lehet? A... Miért ne lehetne? Az a kérdés, ugye, hogy ebben az esetben akkor a történész szakma hogy viszonyuljon ezzel az egész kérdéshez, hiszen itt szinte mindenki a nálamnál egy generációval idősebb korosztályból, akik 89-90 után szakmailag kutatták az anyagot, letettek az asztalra valamit, világosan felkért szakértői voltak különböző bizottságoknak, és itt még egyszer hangsúlyozom, nagyon sok dokumentum gyűlt össze Biszku személyes kézjegyzével, belügyminiszterként is és pártvezetőként is. Egyébként nagyon fontos dolgot mondott, köszönöm, hogy eljött itt a végén, ez nagyon fontos volt, hogy igen, lehet hivatkozni arra, hogy valaki elfogult, mert az ügyvédnek az a dolga, hogy minél nehezebben intéljék el az ő védencét. Köszönöm, hogy eljött. Történészteknek, hogy kimutassa az anyagokat. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Wittner Mária 1956 közkatonája, hőse, hajszál hiány elesett a harcokban. 1958-ban elítélték. Szabadulása óta nem rejti véke alá véleményét a kommunizmusról, azokról, akik elítélték. Ez év februárjában a kommunizmus áldozatainak napján a parlamentben elmondott beszéde igencsak felborzolta a kedélyeket. Megilletődve állok a magyar országházban, ahol történelmünk kimagasló személyiségei a magyar nép javára alkottak törvényeket,
mint Tisza István, Klebersben, Puno, Hóman Bálint. De itt alkottak törvényeket egy hamis eszme nevében is, mely egy jobb sorsra érdemes magyar nemzet elvesztésén munkálkodott. Ma, a kommunizmus áldozatainak emléknapján megidézem az áldozatokat, az élőket, a holtakat, hogy együtt vádoljuk a szocialista köntösbe bújt hóhéreinkat. Vádoljuk őket, mert a lenini utat igyekezettel honfitársaink csontjaival követték ki. A világ legdrágább, legfájdalmasabb útja volt ez. A továbbhaladásuk tétje milliónyi emberélet. Vádoljuk őket, mert nemzetünk kiváló polgárait küldték vitófára, és gyalázták meg még holtukban is. Vádoljuk őket a gulágon embertelen körülmények között elpusztult honfitársaim nevében. Vádoljuk az otthonuktól megfosztott és kitelepített polgárok nevében, kiknek kiszemelt otthonukba betelepettek, elrabolva egy életmunkáját. Vádoljuk a recski haláltábor megkínzott, megalázott rabjainak nevében. Vádoljuk a munkaszolgálatosok nevében. Vádoljuk a 298-as parcella halottai nevében, az ABH erőszak szervezetük által fogvatartott, megkínzott és agyonvert emberek nevében. Vádoljuk a 6 millió meg nem született magyar gyermek nevében. Vádoljuk őket a legdrágább kincs a gyermek nevében, akitől elvették az apát, az anyát és az otthon melegét. Vádoljuk a legtöbb érték az ember nevében, akit egy tolvonással küldtek bitóra, vagy zártak börtönbe hosszú évekre. Vádoljuk a megalázott, megkínzott bajtársaim nevében. Vádoljuk a sortüzek áldozatai nevében. Vádoljuk, hogy kiölték az emberből a hitet, a reményt, a morált, egy egyszerű, tisztább élet reményét. Vádoljuk őket Vincenti Bíborosért, az Istenhez hű papjaiért, akiket börtönbe zártak hitükért, mert erkölcsre, hazaszeretetre nevelték népünket. Vádolom, hogy kifosztották az országot, hogy a dolgos magyar nép munkájából elveiket megtagadva lettek vörös kapitalisták. Vádoljuk őket a magyar paraszt nevében, akiket megfosztottak földjeiktől, életterüktől, és így kiszolgáltatottá tették őket. Vádoljuk őket a történelmünk meghamisításáért. Vádolom a nyugdíjasok nevében, akiknek elrabolták a hosszú dolgos élet gyümölcsét, bizonytalanná téve biztos nyugdíjas éveiket. Vádolnak az élők, és vádolnak a meggyilkolt halottak. És vádoljuk őket, mert hitünkben megcsaltak, megloptak. Ezért megállapítom az áldozatok nevében, soha nem lesznek képesek arra, hogy magyar politikusként egy nemzet felemelkedése érdekében cselekedjenek. Itt teszem fel a kérdést. Milyen morál alapján ülnek egy magyar parlamentben még most is,
és alkotnak törvényeket egy általuk tönkretett, kifosztott, megalázott nemzet számára. Ezért a Szent Korona szana és a magyar nemzet nevében erkölcsi hullává nyilvánítom őket. Köszönöm szépen!